Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Fussunk egyet. Na persze, csak képletesen. Nem tudom, hogy önök megismerték-e és megszerették-e már ezt a sportágat. Én mindig azon gondolkozom, hogy hogy lehet élvezni azt, amikor valaki már annyira szenved. Mondjuk teszem azt egy magas hegyre, párást levegőn, több száz kilométeren át, pedig van ilyen. De talán a következő beszélgetésben ezt is jobban megértjük és választ kapunk rá, hiszen mai vendégünk Lajkó Csaba ultrafutó, akit nagy szeretettel köszöntök régi-régi jó ismerősként. Szia Csilla, üdvözlöm a kedves tévénézőket. Először is azzal kell kezdenem, hogy hol jártál mostanában? Régen láttalak, akár mint futót, akár mint Fehérváron nyüzsgőt. Hát, mint futó egy kicsit a pihenés időszaka volt, hogy az elmúlt évek során, elmúlt 4-5 évben már a versenyeim is úgy mentek, hogy több volt a fájdalom, mint az öröm és az élmény. Aztán, amikor elmúltak, akkor elkezdtem újra edzeni, akkor megint jöttek a sérülések, úgyhogy ilyen sérülés, pihenés, hát most úgy tűnik, hogy sinem vagyok. Aztán időközben vértasacsán vettem egy kis házat, amit nekiálltunk felújítani, tehát azzal is megvolt a munka, meg még most is megvan, úgyhogy így szépen most nyugiba telik az életem. Ez jelenti azt, hogy új területeken is futsz, hiszen a város útjain, járdáin is láttalak futni eddig, és most az utóbbi időben nem. Teljesen új területeken futok, ami nekem jó, mert ugye ezek a sérülések, tehát nem csak sérülések voltak, motiválatlanság volt, magyarul kimondhatom, hogy kiégtem egy kicsit, és viszont most egy új környezetbe futok, új tájakat fedezek fel, ezek újra motiválnak, és újra nagyon élvezem a futást. Kevesen tudják, talán még ismerőseid közül sem tudja mindenki, hogy miért is kezdtél el te futni, és hogy nem gyerekkorodból ered, sőt, ha hiszik a nézők, hanem Lajkó Csaba igencsak túlsúlyos volt. El lehet ezt képzelni a mostani látvány után? Igen. Hogy is indult? Hát ez úgy indult, ugye, hogy megházasodtam, elkezdtem élni a kényelmes polgári életet, felszaladt a súlyom 100 kilóra, és akkor nagy egészség... Magasságodat is mondjuk hozzá. Ja, 170 centi. És hát egészségügyi problémáim is adottak, tükörbe se szerettem már nézni, és akkor kaptam egy löketet egy vérvizsgálat után, hogy magas volt a koleszterin szint, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor nem gyógyszert szedek, hanem akkor megpróbálok valamit tenni az egészségemért, és akkor ez szépen így kialakult. Nyilván nem úgy kezdődött, hogy akkor mindjárt fussunk és pártatlont. Nem. Szigorú... Hogy lehet túlsúllyal elkezdeni? Ezzel adjunk tanácsot is. Szigorú étrendváltoztatás. Tehát itt nem kell nagy dolgokra gondolni, ugye, ami mostanában is sokszor elhangzik, a fehér lisztek, az alkohol, a csokoládé, az édességeknek az elhagyása, napi ötszöri étkezés, minél egészségesebben ragyogó recepteket lehet találni. Meg egy mozgás. Tehát ugye én elkezdtem egy fitness videókazettára ugrabugrálni a negyediken, annól az a kis 100 kilommal, meg ugye próbáltam egészségesen étkezni, vagyis úgyis étkeztem, és akkor utána, amikor lementek a súlyok, akkor elkezdtem foglalkozni egy kis testépítéssel, mert akkor meg már túlságosan lefogytam, akkor egy kicsit elszaladt aló, és akkor egy kicsit visszajöttem egy normális súlyra, akkor elkezdtem mellette futni egy kiegészítő sportként, és akkor valahogy ragadtam a futásnál. A jó-jó effektus soha nem kapottál? Nem. Figyelek, tehát azért bennem maradt. Tehát bennem maradt ez a túlsúly, és mind a mai napig egyébként rettegek. Tehát hogyha azt mondom, hogy most 2 hétig nem futok, mert pihenő hét van, és hiába eszek egészségesen, akkor is bennem van a félsz, hogy na most akkor vissza fog szaladni. Mert azért ugye a futás során nagyon sok kalóriát elégetünk, éhesek vagyunk, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy együnk is. És én azért szeretek enni, szeretek jókat főzni, szeretek jókat enni. Azt mondják, hogy ez az egész fogyás történet fejben dől el. Neked erről mi a véleményed? Mindenképp. Tehát ugye sokan azt mondják, mind a mai napig, akikkel beszélgetek, hogy én soha nem tudnék sportolni, mozogni, soha nem tudnék leszokni a fehér lisztről, én csak cukorral szeretem a kávét, a csokoládé, hát az a csúcs, tehát igen, tehát hogyha ezt el tudom dönteni, ez épp olyan, mint a dohányzás, ugye a dohányzás is fejbe dől el, tehát én ragaszthatok bármiféle tapaszt, vagy bármit csináltok. Dohányoztál is, ha jól tudom. Hogy? Igen, hát persze, meg imádtam nagyon a jó söröket is. De tehát az is fejbe dől, hogyha én azt mondom, hogy leteszem a cigarettát, és akkor leteszem, és pont. De egyszerre azért ez mekkora erőfeszítés, egyszerre elhagyni a kedvenc ételeket, és egyszerre elhagyni a cigarettát, ami nagyon kemény dolog. Hát talán így a legjobb.
Tehát egyszerre, hogyha ma valamit ne kellok csinálni, akkor csináljak valamit. Tehát akkor nálad ez egyszerre ment. Egyszerre. Pedig ugye azt mondják, hogy ha az ember éhes, akkor rágyújt, akkor könnyebben visel, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy motiváció kellett, persze, legyen. Persze, igen, hát meg volt mondom, azt mondtam, hogy akkor egészség legyen, egészséges legyek, nézzek ki valahogy, mert jó ember vagyok, és akkor ezért tenni kell. Akkor nézzük a futást és a futási távokat, mert ugye senki nem úgy kezdi, hogy 260-valahány, ha jól emlékszem, kilométert akar futni, hanem először csak, hogy egészséges legyek. Most akkor, amikor azt mondtad, hogy egészséges legyek, és akkor naponta futok valamennyit, az mennyi volt? Hát kezdésnek a 5-10 kilométerek voltak. De én azt szoktam tanácsolni, de nekem azért volt egy kis sportmúltam, meg ugye előtte is azért mást is sportoltam, de a teljesen kezdőknek én mindig azt tanácsolom, hogy menjenek és sétáljanak egy 30 percet, kucogjanak bele egy pár percet, és akkor úgy is érzik, hogy megerősödnek. Mert nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy elindulnak, türemetlenné válnak, nem úgy megy le a súlya, hogy szeretnék, elkezd persze az izületek, a térdek elkezdenek fájni, mert nincsen felkészítve a test és a szervezet arra, hogy most hirtelen a sok punnyadás után, bocsánat, hogy így mondom, étele megterhelem magamat. Tehát nem, ezt fel kell készíteni a testet erre. Mi hozta nálad azt, hogy többet? Mert az egészséges 5-10, az én is úgy gondolom, hogy jó, hogyha valaki mozogni akar, egészségesen akar élni, akkor ez egy tökéletes. De aztán valahogy, mintha nem lett volna már korlát, mert mindig több és több. Hát ez valójában úgy jött, hogy elkezdtem futni, egyre jobban ment, akkor elindultam félmaratonon, maratonon, kipróbáltam itt magam fejrelni 12 óráson, ha lesz parkba, és akkor egyszerűen csak jött az ötlet, hogy akkor fussak egy Ultra Balatont. És akkor, de azt mondtam, hogy ez egy olyan Ultra Balaton lesz, hogy csak belekóstolok így az ízébe, hogy milyen lehet ilyet hosszút futni. És akkor ott maradtam. Tehát valahogy megtetszett, tehát tetszett a kihívások, tetszett az, hogy a határaimat tudtam feszegetni, meg nekem valahogy ezek a hosszú futások főleg, ezek nekem egy ilyen kis elmékedős futások is, tehát nagyon szeretek úgy futni, hogy jönnek a gondolatok, a mély gondolatok is, vagy épp a gondolat nélküliség van, amikor csak egyszerűen megyek. Tehát én ezt nagyon szeretem, és azt vettem észre, hogy minél hosszabban futok, annál jobban élvezem, és annál jobban van ez a egyfajta meditáció, ami nekem ott jön elő. Holott közben azért van egy szint, amikor az ember szenved, hiszen emberből van, tehát csak van olyan, amikor azt mondom, hogy azért most már itt is fáj, ott is fáj, de mégis a fejed tovább visz. Persze, ez természetesen így van, mert ugye azért az egy idő után a fej, ahogy mondtad, azért el is kezd tiltakozni, és ezt mind a testemen keresztül üzeni, hogy itt fáj, ott fáj, ne csináld ki magad, mert gyakorlatilag mi útrafutók, ezeken a hosszú távokon gyakorlatilag szétcsapjuk a szervezetünket, meg a testünket is, az izületeinket, mindent. Tehát megerőszakoljuk magunkat, úgymond. És ilyenkor jönnek, igen, vannak szenvedések, kilódások, ilyenkor kell az, hogy legyőzzük önmagunkat, és akkor tudunk tovább menni. Biztos nem kérdezek újat, de miért? Nem tudom. Egy hegymászó kötél nélkül miért mászik hegyet? Egy síelő miért? Felszegetjük határainkat? Igen. Kíváncsiak vagyunk? Igen. És a léleknek? Igen. Elsősorban. Ugye... Nem tudom, tehát én így érzem jól magam, én ebben az extrém sportban érzem magam, ugye nagyon sok extrém sportág van, vannak nálam ennél sokkal veszélyesebbek is, és mégis mennek az emberek is, és csinálják. Futó nagykövet is vagy, ez mit jelent? Hát futó nagykövet voltam Székesfehérváron, nem tudom, hogy most mennyire tartanak annak. Én nagyon szeretem azt, hogy most nagyon jól esik az, hogy mind a mai napig megkeresnek tanácsokért, ötletekért, tippekért, ugye elkezdtem edzősködni is azért, mert ezt a tizenvalahány éves tapasztalatot nagyon jó érzés átadni tanítványoknak, és át tudom nekik úgy adni, hogy ők ne essenek abba a hibában, amiben én annó beleestem. A köz érdekében is szeretted volna hasznosítani a futást, nem csak a saját futásodat, hanem barátaiddal összefogva. Uh-huh. Hogy jött a jótékonysági futás ötlete? Hát ugye a jótékonysági futás úgy jött, hogy mikor épp említettem ezt a 12 órás Halesz parkos futást, ugye ez a szklerózis multiplexeseknek volt a szervezése, és ez itt elmaradt, és 2009-ben pont az Ultra Balatonon gondolkoztam azon, hogy valamit kéne csinálni, és akkor jött az árvíz, akkor elfutottunk, az volt az első szervezés, elfutottunk Ónodra,
a kolontár, és akkor ez valahogy itt, így maradt egész tavaly előttig. Tehát 18-ig minden évben nyáron a lehető legmelegebb, idézőjelben nem azért, hogy legmelegebb legyen, hanem az volt a cél, hogy ne ütközön versenyekkel ez a jótékonyságfutás, hogy minél többen tudjanak csatlakozni, és akkor minden nyáron elmentünk, tehát Fehérvár is volt, amikor szerveztünk ilyen helyi jótékonyságfutást. Hogy tudtok ezzel jótékonykodni? Tehát hogy néz ki? Hát adománygyűjtéssel tudtunk jótékonykodni, illetve megismertettünk nagyon sok emberekkel, azokat az alapítványokat, akikről nem is tudtak, nem is hallottak, vagy illetve azokat az alapítványokat, akik ezekkel a beteg emberekkel foglalkoztak. Tehát ugye a Down-szindrómás gyerekekről például nagyon kevesen hallottak, vagy félvel közeledtek hozzá, és ugye háromszor futottam értük, és eljutottam oda, hogy akik velem voltak, még nagyon sok ember, nem csak megismerte őket, hanem bátra odaléptek hozzá, és felfedezték azt, hogy ezek a fiatalok mennyi sok szeretetet tudnak, energiát adni a másiknak. És mennyire szerethetőek. Beszéljünk egy kicsit az Ultra Balatonról. Azok kedvéért, akik elképzelni nem tudják, hogy ez most hogy néz ki, Lajko Csaba oda megy, fölveszi a kis edzőcipőjét, és körbefutja a Balaton. Tehát azért ez biztos, hogy nem így működik, nem beszélve arra, hogy hány kilométer, mennyi idő körülbelül? 200, amikor én először voltam, akkor még 212 kilométer volt, aztán kibővítették 221 kilométer, ugye a Balaton felvidékkel azért lehet ott játszani, és gyakorlatilag annyi van, hogy 32 óra szintidő. Tehát azon belül kell körbefutni, reggel elindulunk, és akkor menjünk. A cél az, hogy minél előbb beérünk. Nyilván ebben nincs alvás. Most erre hogy lehet edzeni? A futásra lehet edzeni, sokat fut az ember, de arra is edzel, hogy megtanuld az éjszakákat kihagyni, mint alvás? Nem, az megyek. Tehát amikor az ember versenyez, vagy éjszaka is fut, dolgozik egyfajta versenyszellem, egyfajta endorfin, amivel úgy le tudja magát ezt az álmosságot győzni. Ugye a legveszélyesebb, legnehezebb szakasz az a hajnali 2 és 5 óra között. Na, ugye ezt már bebizonyították, hogy az emberi szervezet akkor akar a legjobban pihenni, a legjobban aludni, akkor tud a legjobban. Na, ezt a legnehezebb legyőzni, de futás közben mondom, hogy dolgozik az endorfin, meg vissza az embert, akkor le lehet. Egy kicsit szédeleg, vagy mit mondom, aki 5-10 perc, 15 perc azért eldől, de általában futunk tovább. Vagy megyünk, mint a zombik, tehát. Én amióta edző vagyok, és ugye, bocsánat, ezt így elmondom, hogy vannak versenyek, amikor elkísérem a tanítványaimat, és a pálya szélén vagyok, és segítem őket, és pont az éjszaka közepén láttam azt, úristen, én is ilyen voltam, tehát tényleg ez a zombi üzemmód, hogy összekucorodok, mert fázok is, már nem bírok futni, és csak gyalogolok, tehát ilyen is van, igen. Most a zombi üzemmódról és a Balatonról jutott eszembe egy olyan megmérettetés, amit megcsináltál, és amit elképzelni nem tudok, hogy idegileg hogy lehet a monotonitást ennyire bírni. Egy kilométeren keresztül mennyit futottál? Egy kilométeres körön mennyit futottál? Hát a leghosszabb az 702 kilométer volt. Ez egy 6 napos versenyem volt. Tehát 6 napig körbe és körbe. Igen, de ott volt alvás is, meg pihenés, tehát azt nem is lehet mennyi? Másképp. Hát nem, éjszakánként a 3-4 óra. Tehát pont abban az időszakban próbáltam lefeküdni, meg napközben is 1-2 óra. És a többi idő, a hát 24 órából 7-szer, azon az egy körön. Nem érzel ilyenkor egy kicsit olyat, hogy na, ebbe beleőrülök? Tehát, hogy nem látok. Nem. Már mit nézel? Nézel egyáltalán, mikor már 600-szor mész körbe azon a körön? Hát nézek ki a fejemből, zenét hallgatok, beszélgetek a futótársakkal, akik szintén ott köröznek. Tehát ott valahogy elmegy az idő. Igen, tehát aztán van közben, amikor is sokszor egy alibiből megállok, tehát óriási eredményjelző tábla, az ember már fáradt, mind két körönként oda megy, hogy megnézze, hogy hogy áll, pedig teljesen felesleges, de úgy haladok. Nem zavar, tehát én a monotonitást bírom. A másik, amiről beszélnünk kell, és amely szoktam mondani vendégeknek, hogy ők kedvenc tárgyat hozzanak magukkal, én tudtam, hogy te magadon hordod, ami a Spártatlonra emlékeztet téged, hiszen a nézők is láthatják, hogy a karodon ott vannak ezek az emlékek ezzel kapcsolatban. Azért, hogy mindenki tudja, hogy milyen körülmények között és hány kilométert futtok ilyenkor Görögországban. Hát Aténból indulunk, és egészen Spártáig futunk. Ez egy 246 kilométeres táv, körülbelül 6-7 ezer szinttel, és ott 36 óra szintidő, nagyon nehéz. Az ultrafutás
olimpiájának tartották annak idején, illetve a világ egyik legnehezebb ultrafutó versenyének is tartják mind a mai napig, és most már nagyon nehéz bekerülni az indulómezőnyben is. Hányszor csináltad meg? 6-szor indultam, 5-szor csináltam meg. Tehát 5-szor végig is mentél, és be is értél a célba. Igen, igen. És mindig meg voltál elégedve magaddal? Ahogy nézzük, igen, mert volt olyan, például a harmadik az valami szenzációs volt. Eltévedtem, élveztem, attól függetlenül élveztem a futást, azon a távon holdpontom nem volt, tehát nem volt olyan érzés, hogy most kiszállok, meg minden bajom van. Tehát nagyon, nagyon élveztem, tényleg egy igazi örömfutás volt. Az utolsó kettő-három már szenvedés volt. Tehát az már nagyon, de inkább az utolsó kettő, az annyira fájdalmakkal tele volt, hogy már azt mondtam, hogy tényleg, hogy ötötszörre meglegyen, aztán már nem. Tehát most egyelőre nem is vágyok rá. Megkérdezhetem, hány éves vagy? 54-et töltöm. És természetesen futsz tovább. Persze, természetesen, igen. Lelkesen. Egy kicsit térjünk rá, hogy te, aki ennyire ismered és tudod, hogy kell ezt csinálni, hiszen saját bőrödön tanultad meg, mondhatni úttörője vagy a hosszú távfutásnak, hiszen azért ez nem volt annyira elterjedt az országban, mint ahogy most egyre népszerűbb. Minek tudod be ennek ellenére a sérüléseidet, amik le is állítottak egy időre? Én annak tudom be, hogy a testemnek nem hagytam elég időt a regenerálódásra. Tehát amikor ugye 2011-től mondhatjuk úgy, egy 5 évig, nagyon élveztem a futást. Tehát ment a szekér, versenyeket nyertem, díjakat kaptam az Ultrafutó Szövetségtől, tehát gyakorlatilag nagyon ment. Tehát volt, hogy 2-3 hetente mentem ultratávú versenyekre. De most ezt tudni kell, hogy általában azt mondják, hogy maratoni verseny után legalább egy hónap pihenőidő kell. Na most akkor ezt így gondoljuk bele, hogy lefutottam egy 24 órás, 3 hét múlva mentem versenyre, vagy ha nem versenyre, 1 hét után már mentem kifutni. Tehát gyakorlatilag túlterheltem a szervezetemet, ez visszaütött. Ugye nem vettem komolyan a nyújtás fontosságát se, nyújtogattam, de hát az nem volt elég, és így természetszerűleg azért jöttek a sérülések. Naponta mennyi időt töltesz futással, ha nem versenyen vagy? Hát most már kevesebbet futok, ugye, mert azért lassabban is regenerálódok, de így napi 1-1,5 órát futok hétköznap, és akkor 2-3-4 órára megyek ki hétvégén egy-egy nap. És aztán a rengeteg verseny, hosszú órákon keresztül, ez természetesen befolyásolja az egész életet, pedig van főállásod is. Van, a Vörösmarty Mihály Könyvtárban vagyok rendszergazda. Tehát tulajdonképpen informatikusként dolgozom. Na, ott aztán ülni kell rendesen. Kezdem érteni, hogy miért futsz. Emellett azért az ember a magánéletére is igyekszik odafigyelni, de tudom, hogy nagyon nehéz. A futóknak nagyon nehéz. Neked okozott gondot a magánéletedben az, hogy van ez a hobbi? Hobbi. Persze, nyugodtan emberem mondani, hogy gyakorlatilag nekem a házasságom ment rá szinte, de egy pár kapcsolatom is ráment. Ugye itt az a lényeg, hogy vagy találunk egy olyan társat, aki ezt el tudja fogadni, és tud segíteni, nem kell, hogy versenyre járjon az illetővel, de érezze az illető az, hogy a futó, hogy mellette van, és támogatja mindenben. Ha ez nem működik, akkor nagyon nehéz. Vagy legalább hagyja. Hát nem, kevés az, hogy hagyja. Tehát én úgy éreztem, az én tapasztalatom az, hogy nekem legalábbis fontos az, hogy azt mondom, hogy hazamegyek egy hosszú futás után, akárcsak egy edzés után, és várják, vagy várunk 2 puszival az ajtóban, na milyen volt szívem, tehát ez nagyon jó érzés. Most én úgy látlak, hogy kiegyensúlyozott vagy, jól érzed magad a bőrödben, minden rendben van, társ is, futás is? Nagyon teljes. Most úgy érzem, hogy egy pár év, hogy végre teljesen egyenesbe kerültem. Tehát nekem egy olyan párkapcsolatban élek, ahol tényleg boldog vagyok, és kölcsönös a bizalom, ami nagyon fontos számomra, meg az őszintesség. Ez a Vértesacsai költözés, ez a felújítás mindenki nyával, egyébként nagyon köszönöm a barátomnak, tanítványomnak, aki segített ebben és rábeszélt, mert valamennyire ez egy kényszerhelyzet volt, hogy elköltözzek Fehérvárról, de abszolút nem bántam meg. Tehát én egy olyan békés, csendes, nyugodt, szeretettel teli faluba érkeztem, hogy az megfizethetetlen, az a csend, az a béke, minden, ami van, az a látvány. Mik a terveid? Hogyan tovább? Hát most a terveim az, hogy befejezem a házam csinosítgatását, alaposan még jobban megtöltöm szeretettel, és akkor
versenyzek. Most már kevesebbet fogok versenyezni, tanulva, meg tényleg most már nem kell annyit. Hát évente egy két-három versenyt fogok bevállalni, és minden irányom a tanítványaimra, hogy próbáljanak meg utolérni, és letudni az eredményeit. Ahogy múlnak az évek, és ahogy a korod ugye telik, meg változtatni kell azon, hogy futsz, vagy hogy táplálkozol? Hát, hogy a táplálkozásom, épp a táplálkozásom az az érdekes, hogy azt vettem magamon észre, ahogy megy a kor, persze kevesebbet kell futni, tehát ahogy mondtam, lassabban regenerálódik az izom, az izületek másképp reagálnak már azért, de észre meg lehet csinálni, többet kell nyújtani, többet kell hengerezni. Az étkezése meg az van, hogy az ember idő után megszokja. Tehát nem kívánja azokat az ételeket. Én most például azt vettem magamon észre, hogy például húst nem kívánok. Tehát nem tartom magam vegetáriánusnak semmi, de egyszerűen azt veszem magamon észre, hogy már nem is tudom, mikor ettem utoljára húst, és nem kívánom. És miből van az erőd? Zöldségekből, gyümölcsökből. Tehát én szeretek főzni. Tehát az, hogy, és most, hogy fedezem fel ezt a fajta irányzatot a konyhában, hogy döbbenet, hogy olyan ízeket ki tudok hozni zöldségekből, meg mindenből, hogy elképesztő. Tehát a párom az teljesen oda van érte. Beszéltünk már a tervekről, de egy-két konkrétum, hogy tudjunk neked szurkolni, akkor a legközelebbi versenyek. Két hete volt, azért mondom azt az első verseny, mert számomra azért volt egy fontos dolog, mert ez egy nagyon érdekes verseny volt Tihanyban, hogy a belső tavat futottuk körbe, és gyakorlatilag arról szólt az egész, hogy kimaradt tovább pályán, tehát minden órában intották a mezőn. Tehát egy 7,2 kilométeres kör volt, és én beértem 45-50 perc, hat volt negyed órám, hogy egyek, pihenjek, és a következő órában. És aki azt mondta, hogy nem megy ki a következő körre, annak véget ért a verseny. Na most ugye nekem, ahogy mondtam már, hogy az évek során olyan versenyeim voltak, ami fájdalmakkal volt tele, siketelen volt, stb. És most én ide úgy mentem, hogy igazándiból nem érdekelt az eredmény. Nem érdekelt, hogy hányadik lesz, semmi nem érdekelt, csak hogy jól érezzem magam. És vele este volt a rajt, az volt a fő célom, hogy az éjszakát úgy éljem túl, hogy semmi gond. Tehát simán élvezem, nincs zombi üzemmód, és tényleg nagyon jó volt. És utána kérdezték a kísérőim, hogy meddig akarok futni, és mondom, amíg jól érzem magam. Tehát tényleg az volt, tehát nem érdekelt, hogy most hány óráig futok. És a 16. óra környéken jól éreztem magam, de akkor már eldöntöttem azt, hogy délben, tehát a 18. órában kiszállok, mert tudom, hogy akkor, hogyha beleindulok a következő órába, akkor tudom, hogy 24-ig nem állok meg, bármi történjen velem. Akkor már nem, akkor elkap a gépszi. És ki is álltam 18 óránál, nincs mit szégyellem, 130 kilométer lett a vége, és vége egy sikerélmény. Tehát egy sikerélmény az, hogy egy igazi örömfutás volt, tudtam újra mosolyogni végig, tehát nagyon élveztem a futást, és nekem ez most egy nagy önbizalmat adott, és tudom azt továbbra is, hogy okosan kell most már készülnöm és futni. Akkor a következő versenyünk majd augusztus 21-én lesz a korintosz.hu elnevezésű verseny, az a Szekszárdról indul Bajáig, és Bajáról vissza Szekszárdra, egy 100 mérföldes, tehát 160 kilométeres verseny. Illetve októberben lesz most az Ultra Balaton, hogy a vírus miatt ezt elhalasztották, és akkor az lesz a következő októberben. Kívánom, hogy élvezd a futást még nagyon sokáig, és érezd jól magad a bőrödben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, az elmúlt beszélgetésben Vajkó Csaba volt a vendégünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!